Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy nagy kirakás a következő hétre, augusztus 8-áig. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt, ezen a kirakáson, ha egy férfi, akkor itt vagy látható. Az első kártyáknak mindig nagy jelentősége van, tehát mi hölgyek állunk most a középpontban. De itt látható, hogy kifele tekintesz a kártyalappól, ennek is van egy jelentősége, mégpedig arra utal, hogy jelen pillanatban minden olyan nyomasztó. Nincs kedved ahhoz, hogy valamire odafigyelj, vagy meghallgass másokat, nyugalomra van szükséged. Ami a lelki társadat illeti, itt megvan köztetek a kapcsolat, akkor is, ha jelen pillanatban más irányba tekintetek, de van itt egy közös életút, itt a remény, ez szimbolizálja a hajó, vagy egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel, és ezt jelenti a gyűrű. A gyűrű azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád, itt lesz mozgás, beszélgetések, és ez a kislány utal újdonságokra. Ami pedig a lelki társadat illeti, ott van előtte ez a hegy, ezek az ő problémái, amit meg kell neki oldani. Honnan jön? A házból. Tehát családi témák vannak nála. Szerencsére itt vannak az egerek, és az egerek eltávolítják ezeket a problémákat. Azon kívül ott van előtte ez a kislánya 4 levelű lóherével, tehát szerencséje lesz, itt tisztázódik valami. Nem csak ami a családi helyzetet illeti, hanem ami a baráti kört jelenti. De visszatérve hozzád, tehát te vagy itt ez a hölgy, itt alattad ez a kígyó jelentheti azt, hogy egy nő figyel téged, viszont ez a kígyó szimbolizálja a gyógyító erőt, a megújulásokat is, és itt lesznek változások, erre utalnak a gólyák. Az is lehet, hogy téged érdekel ez a téma, a gyógyulás, a gyógyító erő, ezt nem csak a kígyó jelenti, hanem a fa is, és itt vagy összeköttetésben a könyvekkel, ez a te tudásod, vagy azt is jelentheti, hogy te tanulsz még valamit. Amit a könyvek itt még jelentenek, a tanulás az élet iskoláján. A múltban valaki megsértett téged, vagy rabolta az erődet, itt van a hamisság is, ezért légy inkább most zárkózott. Ezt jelentik a könyvek, légy bölcs, és hoz okos döntéseket. Ez a torony utalhat hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre. Itt hamarosan lezárul valami, vagy változik a helyzeten valami, és kapsz itt egy jó hírt. Itt tisztázódik a helyzet, hiszen erre utal a lilium, legyen meg ez a büszke tartásod, mert ez ad erőt számodra. Ami a hivatást illeti, itt ezt jelzi ez a horgony. Te szívvel, lélekkel csinálod ezt a tevékenységet, és ami az anyagiakat illeti, itt szerencséd lesz. Ez a virág jelenti a kreatív munkát is, és itt a csillagképek szintén szerencsét hoznak, de utalnak spirituális dolgokra is. És itt látható a nyilvánosság. Tehát javul valami, ami a munkát, a hivatásodat illeti, megvan a lehetőséged erre. Itt nyílik egy új ajtó, egy új kapu számodra. De a háttérben ott vannak a hamisságok, valaki nem szeretné azt, hogy sikered legyen. Inkább arra vár, hogy itt záródjon le egy ajtó, és befejezd ezt a tevékenységet.
Te ne hallgass másokra, hanem tedd úgy a dolgokat, ahogy neked kellemes. Ami a környezetedet illeti, az otthonodat, a szomszédokat, a rokonságokat, itt lesz mozgás, változás, újdonságok, és ez a kereszt azt jelenti, hogy fontos döntéseket fogsz hozni. Ami a múltban átláthatatlan volt, az most itt kiderül, kivilágosodik valami. De azért légy visszahúzódó, erre utal a hold. És őrizd meg ezt a belső nyugalmadat. Amit a hold még jelent, hogy itt megvannak a vágyak, az álmok, a remények, és ez kihat a szerelmi élet területére, de te légy inkább visszahúzódó, az a fontos, hogy ő beszéljen most érzelmekről. És én kívánok neked egy szép hetet, minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera.